egyrészt közösen próbáljuk segíteni a fiatalokat abban, hogy ha az aktív versenysportolói létet, életet válasszák, akkor ez ne legyen kizáró ok ahhoz, hogy egyúttal felsőoktatási tanulmányokat is tudjanak folytatni. Tehát ha úgy tetszik, a tehetséggondozásnak egy olyan fajtáját próbáljuk közösen majd működtetni, hogy azok a sportolók, akik éreznek magukban kihívást, érdeklődést, motivációt, hogy diplomát is szerezzenek, akkor tudják ezt megtenni. Tehát mi ehhez igyekszünk mindent megtenni, hogy támogassuk a sportolóknak a tanulását. Tekintettel arra, hogy mind a Miskolci Egyetem, mint pedig a DVTK, az észak-magyarországi életnek emblematikus szereplő, én úgy gondolom, nagyon időszerű volt, hogy ez az együttműködés megállapodás aláírása megtörténjen. Nagyon örülök, hogy ez megtörtént, és igazából az egyetem új vezetőségének a kinevezése után ez nagyon rövid idő alatt meg tudott történni. Én úgy gondolom, hogy mind a Miskolci Egyetemen tanuló diákoknak, mint pedig a DVTK sportolóknak ez roppant előnyös lesz a jövőben ez az együttműködés, illetve a két társaság alapműködését is fogja támogatni. Az, hogy együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk működni annak érdekében, hogy az észak-magyarországi régiót minél magasabb szintre emeljük közösen. Duális képzés létezik az egyetemen ott, ahol a jogszabály megengedi, azokon a képzési területeken, tehát kvázi gyakorlóhelyként is tudjuk a Diósgyőrnek különböző területeit kihasználni, ahol a hallgatóink gyakorlaton tudnak részt venni. 2024-ben rendezzük az Európai Egyetemi Játékokat, Debreceni Egyetemmel közösen ebben ajánlotta fel a DVTK segítségét számunkra, hogy akár a rendezésben, akár sport helyszínek tekintetében tud számunkra támogatást adni. Alapvetően a együttműködési megállapodás első körben 5 területet fed le, ebből 4 került konkrétan megfogalmazásra. Az egyik a sportösztöndíj programnak a kidolgozása, a másik egy duális képzési rendszernek a kialakítása, a harmadik a sportspecifikus kutatásfejlesztési területen történő együttműködés, a negyedik pedig a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésében történő együttműködés és közös koordináció, ezen felül pedig marketing és kommunikációs területen is erősíteni fogjuk egymás működését a közeljövőben. Informális kapcsolat volt, nem olyan szervezett, amit együttműködési megállapodás és egy egységes közös stratégia mentén tudtunk volna végigvenni. Természetes, hogy volt valami fajta kapcsolat, de ez most egy kicsit struktúráltabb lesz, szervezettebb lesz, és ezt egy együttműködési megállapodással pecsételtük meg. A közös munka ennek az együttműködési megállapodásnak a részfeladatok összedését jelenti, amit rögtön az elárás után már el is kezdünk. Annak érdekében, hogy a 2021-es évnek úgy tudjunk neki menni, hogy a feladatok, részfeladatok már meghatározásra kerülnek, és el tudjuk kezdeni a közös munkát.